Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Ugye már ezt kértétek is, hogy mivel már csináltam egy videót az összes szájfényemről, az összes rúzsomról, és hogy akkor csináljak egy videót az összes szeméppuderpalettámról. Szóval a mai videóban az összes szeméppuderpalettámat megmutatom nektek egy kivételével, mert ugye ez még mindig otthon van. Az pedig a Smashbox Shape Matters paletta, amit még mindig egyébként szeretek, csak hogy otthon van, és hogy már a fele arcpuder kifogyott belőle. Én leginkább arra használtam, szóval már inkább elég így háttérbe szorult a szerencsétlen paletta, de egyébként még mindig jónak találom, csak sokkal kevesebbet használom, mint régebben. Úgy gondoltam, hogy először azzal a palettával kezdem, ami nem lehet megkapni, csak úgy, hanem én állítottam össze magamnak a kedvenc szemhéjpúdereimből, amihez megvettem egy ilyen közepes Morphe Z palettát. Tök simán meg lehet kapni úgy magát ezt a keretet, amiben bele lehet rakni ezeket a szemhéjpúdereket. Van benne egy tök jó tükör, 20 darab szemhéjpudert lehet belerakni. Szóval ez szerintem tök jó lehetőség, mert nekem régebben volt ilyen mekes paletta, amiben csak így bele lehetett rakni a szemhéjpudereket, viszont azok folyton kiestek. Ráadásul a Makeup Geek-től is rendeltem egy pár ilyen szemhéjpudert, és azok már nem fértek bele abba a mekes szemhéjpuder palettába, szóval gondoltam, hogy akkor rendelek egy újat, és akkor minden egybe belefér. Itt van az összes olyan szemhéjpuderem, amit így önmagában lehetett megvenni, külön-külön, és neknél egyébként is továbbra is így szoktam, hogyha tehát nagyon-nagyon ritkán veszek meg szemhéjpudereket, de akkor 4200 forintért meg lehet venni egy ilyen kis tégelynyit. A régi mekes formulák szerintem a kedvenceim, az pedig ez a három. Ez a zöldes, kékes, és ez a bordós barnás árnyalat, ezeket nagyon-nagyon szeretem. Ezek az új MAC formulák, ez a három, ez a nagyon sötét kék, világos kék, meg ez a zöld, ezek hát eléggé nem jók. Lehet velük dolgozni, de úgy, hogy mondjuk csak egy-két rétegben felvinni, vagy ha több rétegben akarjátok felvinni, akkor az összes szemhéjpuder így lepereg a szemetek alá, és nem lesz túl szép. Szóval ez az első ilyen palettám. Következő paletta, Live Love Makeup Obsession paletta, amivel egyébként ezt a sminket is megcsináltam. Pirosítóknak szánták őket, úgyhogy kicsit enyhébb a fedésük, meg a pigmentáltságuk, mint mondjuk is sima szemhéjpudernek, de mindig szerintem nagyon-nagyon-nagyon szépek. Ugye ezt tökre szeretem, ráadásul tökre megéri, mert ez is a Revolution Makeupnak az egyik ilyen leányvállalata, szóval iszonyat olcsó, és szerintem jó minőség is. A következő paletta, amit meg szeretnék mutatni, ez a Pupa bronzosító és kontúrozó paletta, ami én nem is tudom már hány éve megvan nekem, szerintem 2-3 éve biztos, és imádom. Szinte minden egyes videómban egyébként ezt a palettát használom, arcpúderezéshez, bronzosításhoz, meg inkább ezt a mélyebb barnás árnyalatot szoktam használni, kontúrozáshoz ezt, pirosításhoz és highlighterhez pedig ezt. Ebben a palettában nincs egyszerűen olyan árnyalat, ami ne lenne jó. Iszonyatosan jó a pigmentáltak, nagyon jó a fedésük, és szerintem gyönyörűen beépülnek az arcbőrbe. Nem tudok róla rosszat mondani, ez szerintem a legjobb kontúrozáshoz, meg bronzosításhoz, pirosításhoz, highlighterezéshez használható paletta, ráadásul iszonyat jó, mert ilyen tök jó kis vékony, szerintem tökre kompakt, úgyhogy el lehet vinni magatokkal, még akár utazni is, vagy bármi. Ezzel egy marha jó hétköznapi sminket is meg lehet csinálni, úgyhogy ha mondjuk ti nem szoktatok ilyen nagyon durvább sminkeket csinálni, hanem csak ilyen enyhén barnát a mélyítőbe, egy kis highlightert, esetleg a mozgó a szemhéjra, vagy a belső egyharmadra, vagy egy kis pirosító, akkor ez a tökéletes paletta, mert ezzel az arcotokat is tudjátok kontúrozni, bronzosítani, és a szemhéjes sminketeket is meg tudjátok csinálni egyben. Szóval ez egy ilyen iszonyat jó paletta, de ez sem volt, hogy túl drága, azt mondja, 3-4 ezer forint volt. Ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Ez a Max Factor paletta egyébként engem iszonyatosan meglepett, nem tudom, 1-2 évvel ezelőtt szereztem be ezt is. Hiszen iszonyat jó minőségű. Ha csak ilyen hétköznapi sminkeket szoktatok csinálni, akkor szerintem ez a ti palettátok, mert van benne egy fémes, glitteres, csillogó árnyalat is, viszont csomó matt árnyalat is van benne, amiket szerintem nagyon érdemes kipróbálni. Ez sem volt valami drága, ez is majd 3-4 ezer forint volt. Tehát úgy van, hogy felváltakozva jönnek az ilyen szatén vagy csillogós árnyalatok, minden második púder csillogós. Szóval tök jó, hogy mindegyik árnyalatból van egy csillogós és meg egy matt árnyalat. Ez szerintem iszonyat okos, tök jó, ezt nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy majd szeretném majd kicsit több videómban is használni, csak ez eddig otthon volt, és nem jól tudtam így használni, úgyhogy most újra fogom használni a csatornán, mert nagyon finom, krémesen kelhetőek ezek a szemhéjpúderek, és szerintem nagyon szépen beépülnek
repülnek a bőrbe, és nem hangsúlyozzák ki az ilyen egyenetlenségeket a bőrön, ezek a szatén árnyalatok, gyönyörű csillogásuk van, fedésben egyszerűen verhetetlenek, és én azt hiszem, hogy ezt még mindig lehet kapni a DM-ben, én legalábbis a DM-ben szereztem be az enyémet, úgyhogy ezt iszonyatosan tudom ajánlani, ez a hétköznapi sminkhez szerintem elengedhetetlen, és mondom, hogy az egyik árnyalatra sem tudnám azt mondani, hogy hát ez nem annyira nagyon jó, az összes annyira jó, hogy hihetetlen, szóval én ezt nagyon tudom ajánlani, marha jó. És akkor a következő ilyen, azt mondom, hogy ilyen hétköznapios sminkhez lehet használni, ez az avokádó paletta a Makeup Revolution-től. Azt tudom, hogy kicsit talán ilyen ijesztő lehet elsőre, ez a sok zöld, meg kékes, metálos árnyalat. De mivel van benne ez az enyhén érdekes ilyen libafos szín, meg ez a barnás árnyalat, van egy tök jó olyan csontszín is, ezért ezzel tökéletes hétköznapi sminket meg lehet csinálni. Ezzel a palettával egyébként csináltam egy ilyen három smink egy paletta videót, úgyhogy azt szerintem érdemes megnézni, mert ott megmutatom nektek, hogy lehet hétköznapi sminkeket és kicsit ilyen vadabb, zöldebb sminkeket is csinálni ezzel a palettával. Szóval tök sok lehetőség rejlik benne. De egyébként ezt a palettát iszonyatosan tudom nektek ajánlani, hogy ha a zöld nem annyira jön a kedvenc színétek, vagy soha nem tudjátok elképzelni, hogy zöldet viseljetek a szemeteken, akkor nézzétek meg a többi Tasty palettát az I Love Revolution oldalán, vagy a Makeup Revolution oldalán, mert egy csomóféle ilyen sárgás-barnás, földes tónusú smink paletta is van, és azt hiszem, hogy ez 10 font körül árulják. Úgyhogy szerintem marha jó, iszonyat olcsó, vagy hát a mattok is tök jól eldolgozható, nem maszatolódnak el, tök egyszerűen lehet velük dolgozni. Úgyhogy én ezt nagyon tudom ajánlani, szerintem marha jó minőségű az a paletta. És akkor ami kicsit ilyen, még mindig a hétköznapi sminkek közé tartozhat, vagy a hétköznapi árnyalatok közé, ez a Revolution Reloaded Neutrals 2. Szerintem ez is fantasztikus paletta, ezzel is van egy videóm, úgyhogy ezt is nézzetek, meg érdemes. Viszont sikerült jól belenyúlnom, úgyhogy ez gyönyörűen néz ki. Szóval ebben is van egy csomó ilyen szaténos csillogós árnyalat, hát annyit mondanék róluk, hogy ez a két árnyalat az nem éppen a kedvencem, szóval az nem annyira nagyon szépen pigmentált, kicsit nehezebb őket felvinni, még a fixáló oldatokkal, vagy rózsavirágvízzel, vagy ilyesmivel is, viszont a matt árnyalatok egyszerűen fantasztikusak. Tehát azok annyira jó krémesen kelhetők, jól pigmentált, nem masszatolódik, egyáltalán nem lesz foltos, meg semmi, nagyon szépen el lehet őket dolgozni, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlanám, mert ez is ilyen iszonyat olcsó, ami szerintem 3000 forint, vagy 4 vagy valami ilyesmi, már csak a matt árnyalatokért is megéri ez a paletta, egyszerűen fantasztikus. Még, amit tudok ajánlani, csak hát az a baj, hogy ez a Morphe paletta, ez emlékszem, hogy ez egy limitált kiadás volt, de egy csomószor láttam mostanában, hogy így visszahoz. Most már megint árulják, szóval én nem tudom hova tenni ezt, de én ezt is például nagyon-nagyon szeretem, iszonyat jó krémesek ezek a szemhéjpuderek, egyedül ez az egy árnyalat volt, ez az aranyos árnyalat, amit láthatjátok, és ezerszer kellett vele próbálkozom, hogy valami pigmentációt elérjek vele, de iszonyatosan egyediek szerintem ezek a színek, és tényleg az összes ugyanolyan erőteljesen pigmentáltan megy fel a szem, mint ahogy látjátok itt, szóval a két rétegben ugyanezt a színhatást el lehet érni a szemen, ezzel a palettával is van egy jó pár videóm, úgyhogy érdemes szerintem azokat is megnézni, kis ikletet nyerni belőle, egyébként sminkeseknek szerintem ez így tök jó választás. Morphe honlapján még van egy csomó másik hasonló szín árnyalatokban elérhető paletta, illetve van egy csomó olyan paletta, ami nem limitált kiadás, és ugyanezek a színek megvannak benne. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, és szoktam is használni, főleg tavasszal meg nyáron, akkor szoktam leginkább elővenni ezt a palettát. Szerintem nagyon-nagyon megéri, és ez sem volt valami hűha drága, 5-6000 forint volt, azt hiszem max. Illetve egy másik paletta a Morphe-tól, 35M paletta. Ebben is ilyen gyönyörű színek van, de úgy érzem, hogy ezek inkább ilyen ősziesebbek, tompábbak, nem annyira élénkek, őszi tájkép ez a sminkes paletta, és van benne egy jó glitteres árnyalat is, ezekhez is én úgy gondolom, hogy mindegyikhez kell valamilyen fixáló oldat, tehát vagy fix plusz, vagy valamilyen bio rózsavirágvíz, vagy a bio levendula víz, valami. Annyi, hogy iszonyat nagy, szóval, hogy nem tudom, mennyire látjátok, hogy marha nagy paletta, szóval, hogyha utazáshoz szeretnétek valamilyen palettát, akkor semmiképpen nem ezt ajánlom. Viszont őszre ez szerintem egy ilyen alappaletta. De azt is hozzáteszem, hogy
szerintem vannak kisebb paletták, amikben hasonló árnyalatok vannak összeválogatva, viszont sokkal jobban lehet velük utazni. Például egyébként ez az Urban Decay Born to Run paletta, ez szinte ugyanaz. Nyilván egy-két árnyalat hiányzik belőle, vagy hát nem lehet egy ilyen mini palettában az összes nagy palettában lévő árnyalatokat bele zsúfolni, de a zöldesebb tónusoktól eltekintve igazából szerintem az összes alaptónus vagy árnyalat az megtalálható ebben a Born to Run-ban, és szerintem minőségben ezerszer jobb ez az Urban Decay, de hát ugye nyilván jóval drágább is. Ez a Born to Run paletta, ez a 2019-es év szerintem legjobb palettája. Azt mondom, hogy 2018-ban adták ki, de hogy én még mindig tavaly is még szerintem ez volt az olyan paletta, amit mondjuk így a magánéletemben is, meg a csatornán is a legtöbbet használtam. Úgyhogy én ezt mindenképpen mindenkinek tudom ajánlani, annyi, hogy egy darab olyan szemhéjpuder van benne, ez az ilyen nagyon érdekes rózsaszínes májvás árnyalat, ami szerintem botrányosan rossz, szóval, hogy ez az első olyan palettám, ami ilyen nagyon-nagyon jó minőségű szerintem, de egy darab szemhéjpuder van, ami valamiért nagyon nem jó, szóval sehogy nem akar működni, mindenféle fixáló oldatot, mindenféle biovirágvizet, meg mindent kipróbáltam hozzá, hogy egy kicsit jobb legyen, erősíteni a pigmentáltságát, de az a baj vele, hogy hiába viszem fel több rétegben, egyszerűen lepereg a szememről, és nem akar rajta maradni. Az ujjamon tök szép pigmentált, de a szemem valamiért ezt nem akarja hozni, úgyhogy azt nagyon sajnálom, de arra emlékszem, hogy 2018-ban minden egyes highlightom kb. Ez a három szín volt. Ezek annyira jó, szaténos, de csillogós árnyalatok, hogy ezeket az arcomon is használtam, és nagyon-nagyon-nagyon szépek. Én meg mindig azt mondanám, hogy ez a kedvenc szemhéjpuder palettám, de nem olyan régen felfedeztem ezt a Too Faced Hot Butter Rum szemhéjpuder palettát, és ez talán, nem mondom, hogy kezdi átvenni a helyét, de majdnem. Szóval ez annyira jó minőségű, gyönyörű tónusok vannak benne, ezek a szemhéjpuderek, ez a minőség egyszerűen hihetetlen. Én ilyennel még nem találkoztam, hogy valami ennyire tökéletes legyen, és gyönyörű, és tök sokféle sminket lehet vele csinálni. Szerintem a hétköznapi sminktől éjszakai ilyen bulizós sminkig bármit lehet vele csinálni. Tök jó szerintem így tavaszra is, nyárra is bulizni, mert tök jó glitterek is vannak benne, meg ilyen szatén árnyalatú szemhéjpuder is van benne, de közben van benne egy-két világosabb, meg kicsit ilyen színesebb árnyalatok. Ezzel, hogyha találkoztok, szerintem mindenképpen vegyétek meg, mert egyszerűen fantasztikus. És ilyen tök mini elfér a tenyeremben, ez tényleg utazáshoz tökéletes. Utazáskor egyébként sem szoktam nagyon túl sminkelni magam, nagyon ritkán szoktam egy teljes arcos sminket csinálni, úgyhogy ez szerintem tökéletes hozzá, ráadásul én tudom, hogy ez most nem a palettákhoz tartozik, de hogy én utazáshoz azt szoktam csinálni, hogy ezt elviszem, és a Maybelline Hyper Precise szemhéjtúst, mert ez egyszerűen annyira fantasztikus, hogy el sem tudom mondani. Nagyon könnyű használni, nagyon gyors, precíz, szép, és nagyon jó matt fekete szemhéjtúst lehet vele csinálni, és ez a kettő együtt az, ami kell kb. Minden nap. Szerintem ez is egy tökéletes palett. Ez a három az ilyen elengedhetett palettám, amiket így nagyon-nagyon-nagyon imádok. Szóval ez az Urban Decay Born to Run palette egyébként szerintem még azért fantasztikus, mert hogy nekem a bőrtónusomhoz ez az árnyalat például tökéletes bronzosításhoz, és a mellette lévő ilyen korallos rózsaszínes árnyalat tökéletes a pirosításhoz. Ezek meg, ahogy mondtam, a kedvenc highlightereim. Fixálni vagy pudrezni meg Studio Fix NW15 vagy 20-asával szoktam, azon kívül pedig az egész arcos konturozást és pirosítást, highlighterezést el tudom végezni ezzel a palettával, úgyhogy szerintem ez nem kicsit nagyon jó. Szóval mindenképpen mondjuk azt mondanám, hogy ez a legkedvencebb kedvenc szemhéjpuder palettám, amivel valaha találkoztam, úgyhogy ezt én nagyon-nagyon imádom. És ez a kedvenc arc konturozáshoz, bronzosításhoz használt palettám. Ez a kettő a legkedvencebb kedvenc palettám, és mivel egy-két hónapja kezdtem így felfedezni a Too Faced, ezért most már így hárman vannak, úgyhogy én ezeket tudnám mindenkinek ajánlani teljesen nyugodt szívvel, hogy próbáljátok ki, mert szerintem annyira jó minőségűek, hogy teljesen megérik ez, és ott egyik sem volt olyan hűhadrága. Én 45 euróért vettem ezt az Urban Decay Born to Run-t. Azt mondom, hogy ezt a pupát, ezt 4000-ért, vagy valami ilyesmi, ezt pedig 12000-ért, ezt a picit. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó, de hát ahogy mondtam, hogy körülbelül egy árba volt ez a kettő paletta, szóval nyilván
sokkal több árnyalatot kaptok ez ebben a palettában, mint ebben, de ki mit szeretne, attól függ. A többit is egyébként tökre szeretem, csak hogy ezek így a szívem csücskei, úgyhogy ezek mindig jönnek velem, ha utazok valamerre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy tudtam vele segíteni nektek valamit. Hogyha igen, akkor tartsatok velem a következő videóban is. Sziasztok! Oh, 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 oh